Üdvözlök mindenkit, Gergely Zsófia vagyok, ez pedig itt a Főke Extra, a HVG interjú podcastja. Még 2019-ben, vagyis már 5 éve, hogy interjút készítettem a hvg.hu-ra egy fiatal orvosa, aminek akkor az volt a hírértéke, hogy első magyarként ő tette le az amerikai életmód orvostani társaság szakvizsgáját. Ráadásul a radikálisan más amerikai szemléletet be akarta hozni a magyar orvoslásba. Ne legyünk álszerények, mert a visszajelzések alapján tabu döntögető beszélgetés kerekedett belőle akkor, főleg, mert kendőzetlenül beszélt arról, hogy a magyar egészségügy, és mostantól idézem, egy kiélezett evolúciós szintér, mert aki gazdag és meg tudja fizetni a magánegészségügyi ellátást, annak sokkal jobb a túlélési esélye. Csak hogy abba már nem gondol bele a jó módú polgár, és amúgy mások sem, hogy ha infarktusa van, akkor ugyanaz a lepukkant mentő megy majd ki érte, ugyanaz az agyonhajszolt ügyeletes orvos fogja ellátni, és ezért kellene szerinte teljesen másképpen gondolkodni a közegészségügyről. Eltelt fél évtized újra itt van velem, csak most már a fülke extrában ez a bizonyos orvos, dr. Márki Ádám. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Hát részemről a szerencse. És akkor így öt év után egy kicsit így újra beszéljük, és nem titkolt tervem, hogy megint jó lenne tükröt tartani, és kibeszélni mindent, ami kibeszélni való. A mentőautók sokkal jobban néznek ki, ez jutott eszembe, miközben felolvastad az intrót. Igen, mert a mentő az egy ilyen sarokpont volt, minél erre is kitérünk, viszont muszáj az alindítanom, hogy az előző interjú után kaptál egy kritikát azért, ahogy akkor a kollégáidról beszéltél, és akkor most a hallgatóknak azért felidézem, hát ha nem mindenki emlékszik, tudod így fél évtizeddel később arra a bizonyos interjúra, hogy gyakorlatilag abban az interjúban téma volt az is, hogy miért van az, hogy a magyar orvosok sokszor sokkal rosszabbul néznek ki, mint a saját betegeik, és ezt te mondtad. Szóval ért ezért valamiféle negatív kritika? Nem, én nem emlékszem. Ugye nyilván öt, éve, öt év régebben volt, és az ember a szépre emlékszik, de hogy, de nem, nem. Ennyire elfogadó volt mindenki, vagy ennyire egyetértett mindenki azzal, hogy a magyar orvosok nem véletlenül, egyébként a kimutatások alapján is rövid ideig élnek. Tehát hát igen, 17. sajnos. Azt hiszem, hogy az lehetett az oka, hogy igazából nem kaptam kritikát, amellett, hogy legyőzhetetlen harcos írében állok, és ezért biztos nem, de hogy azt hiszem, egyértelmű volt ebből a beszélgetésből, hogy ez nem az orvosoknak a hibája, vagy nem az ő személyes elégtelenségük, hanem hogy inkább a rendszer, és nem is feltétlenül a magyar egészségügyi rendszer, hanem hogy ahogy az egészségről, vagy az egészségügyről gondolkodunk, mint társadalom, az ennek az oka. Menjünk annyiban vissza ez a bizonyos külföldi diplomához, meg ahhoz, hogy te egy amerikai szemléletet szerettél volna behozni a magyar rögvalóságba. Elnézést, hogy így mondom, de szerintem, ha egészségügyről beszélünk, akkor egyáltalán nem túlzás, hogy induljunk onnan, hogy ez az usa is probléma. Tehát az orvoshiány és az, hogy kevés az orvos, ez ott is ugyanúgy probléma, pedig azt sokszor elmondtad már, hogy ott az orvosok nagyon-nagyon jól meg vannak fizetve, és teljesen más életszínvonalon élnek. Hát ez nagyon messziről kell kezdeni ezt Kezdjük. a kérdést, tehát hogy ez ne, igazából nem is Amerika problémája, hanem hogy ez az egész nyugati társadalomnak a problémája. Tehát, hogy, hogy a nyugati társadalom az egy öregedő és egy betegedő társadalom. Tehát, hogy egyrészt egyre tovább élünk, ami jó, bár most már nem feltétlenül tudjuk ezt is elmondani, mert például pont Amerikában csökkent a születéskor várható élettartam, és ez egy ilyen nagy felkiáltójá volt. Tehát, hogy már ezt sem feltétlenül lehet mondani, hogy a nyugati világban folyamatosan nő a születéskor várható élettartam. De hogy nem csak a születéskor várható élettartam nő, tehát nem csak az van, hogy tovább élünk, hanem hogy egyre több a betegségben eltöltött éveink száma is. És ennek az lesz a következménye, hogy a társadalomnak óriási nagy az egészségügyi igénye, amit egyszerűen lehetetlen kielégíteni. És azt hiszem, hogy ami leginkább kézzel foghatóvá teszi, vagy megfoghatóvá teszi az emberi ember számára, hogy mennyire nem fenntartható az a társadalmi berendezkedés, amiben élünk, az az egészségügy tehát, hogy valahogy ott azt még nem tapasztaljuk, hogy a klímaválság az milyen következményekkel fog járni. De idén-nyáron azért, idén azért. De hogy ez még mindig ízelítőt. nem olyan, tehát nem annyira húsba markoló, azt hiszem, hogy, hogy a nagy változást okozom, mert hát azért előbb-utóbb lehűlt. Meg azért csak esett az eső. Végül. Igen. Még nem érezzük azt, hogy a nyugdíjrendszer az, az hogyan fog összedőlni, és hogy hogyan kell majd 80 éves korunkig dolgozni. Azt érezzük, hogy amikor szeretnénk orvosi ellátást kapni, akkor ott azért nagyon-nagyon elkezdenek döcögni a kerekek. És ugye ez nem csak Magyarországon van, tehát pont nyár elején voltam kint Kanadában, és... Ugyanez. Tehát, hogy, hogy akkor nincs háziorvos, miért nincs háziorvos, miért nem jut el ez a beteg oda. Tehát, hogy mindenhol ez van, és hogy alapvetően mondhatnám azt, hogy már szinte ilyen filozófikus maga a paradoxon, hogy az egész társadalmunkat azt annak köszönhetjük, hogy mi vagyunk az az élőlény, aki annyira jól tudott alkalmazkodni a világhoz. Tehát az evolúciónak ez az legfontosabb kérdése, hogy, hogy tudunk-e alkalmazkodni, és mi annyira jól tudtunk alkalmazkodni a valósághoz, vagy a világhoz, hogy manapság elvárjuk, hogy a világ, vagy a valóság alkalmazkodjon hozzánk. És ez egy nonsens, tehát, hogy, és ez mind a környezethez való viszonyulás, mint a saját testünkhöz való viszonyulásban is jelen van. Tehát, hogy nem úgy élünk, ahogy a Föld erőforrásai ezt lehetővé teszik, hanem úgy élünk, ahogy szeretünk, és a Föld meg legyen kedves. És aztán nyilván eljön ez a pont, ahol találkozunk a valósággal, más klímaválság, és a saját testünkkel is így vagyunk. Tehát, hogy nem az van, hogy alkalmazkodunk a saját testünk valóságához, és adott esetben, amikor a testünk fáradtság formájában jelzi, hogy pihenésre van szüksége, akkor mi nem ledőlünk pihenni, kvázi alkalmazkodva a valósághoz, hanem az van, hogy hú, hát nekünk dolgom van, meg el intézni, meg azt intézni, meg nem tudom én, ha cégben dolgozom, a vannak, és megiszom egy kávét, elszívom egy cigit, egy csík kokaint, attól függ, hogy hol vagyok a ranglétrán, és megyek tovább. És ugye ennek lesz ez a következménye, hogy előbb-utóbb találkozom a valósággal, egy infartus, egy kiégés, egy uh, én, valamilyen krónikus megbetegedés formájában. És alapvetően ezt várjuk az orvostudománytól, az egészségügytől, hogy ha ami így elromlott, azt így csettintés szerelje meg. De hogy alapvetően nem tudja megszerelni, tehát hogy hogy a nyugati orvoslásokban nagyon ügyes, hogy életben tart minket. Tehát betegségben kezeli, tart minket. Krónikus betegségben tart minket, amiből nem, nem gyógyulunk meg. És hogy alapvetően ez az egészségügynek a nagy baja, hogy úgy gondolkodunk erről az egészről, hogy akkor uh, majd így kezeljük. És alapvetően ez sose fog működni, és ez egyre rosszabb lesz, ha így gondolkozunk róla. Tehát, hogy az egészségügynek alapvetően az lenne a feladata, hogy hogyan tudunk úgy gondolkodni erről az egész, hogy az életminőségünk lesz jobb, tehát, hogy a társadalomnak csökken az egészségügyi igénye és ezáltal tulajdonképpen, hogyha valami olyan betegségünk van, ami nem életmóddal összefüggő, tehát hogy nem mondjuk valami szívesi rendszeri betegség, vagy az esetben valamilyen metabolikus betegség, akkor azt jobb minőségben el fogja tudni látni az egészségügy, mert hogy lesz erőforrás. Nagyon sok mindent érintettél, szerintem így haladjunk pontról pontra. Az orvos hiánytól tértünk el, viszont én oda majd vissza is térnék, viszont behoztad a, ugye a mentőket, illetve behoztad ezt, hogy kinek a felelőssége és akkor én most szeretném ezt uh, egy előadásodban hallottam, de idehozni a bizonyos mentős példát, hogy amikor te fiatal orvosként egyetem mellett, vagy akkor még talán nem is orvosként mentőztél. Mentő ápolóként. Mentő ápolóként, igen. Tehát aki konkrétan ott volt a betegekkel a mentőben, volt egy sajátos közvélemény kutatásod, nevezzük így. Én még hozzá az, hogy az infarktusos betegektől, amikor már ugye stabil volt, ezt azért tegyük hozzá, és ott feküdt szegény, és mentetek mondjuk a kórház felé, mindig megkérdezted, hogy euh, szerintem miért kapott infarktust. Ezt így egy kicsit a hallgatók kedvéért kifejtenéd, hogy mi volt a motiváció, és hogy mi volt a végeredmény? Tehát, hogy miért érdekes ez a kérdés, amit fel kell tenni annak, aki ott frissen átesett egy infarktusom. Igen, egyrészt ez annak köszönhető, hogy te másodéves voltam, amikor valamilyen tantárgy keretében, vagy lehet, hogy csak a saját érdeklődésem miatt, belefutottam egy kutatásba, amit a Göttingeni klinikán végeztek, ez ugye a legrégebbi német orvostudományi egyetem, és az volt a kutatásnak a lényege, hogy az első infartusokon átesett betegeket kérdezték meg ott a német kutatók, hogy szerintük miért kaptak infartust. Tehát, hogy az embereknek mi a saját percepciója az infartusuk oká. Kapcsán, és hogy, hogy nagyon meglepte a kutatókat, mert hogy nem azt válaszolták, hogy hát, mert el vagyok hízva, vagy dohányzom, egészségtön táplálkozom, mint én nem mozgok eleget, hanem hogy szinte kivétel nélkül azt válaszolták, hogy nagyon stresszes az életük, hogy ezért. És hogy hát egyrészt akkor ez volt az én ilyen szomorú felismerésem, hogy, hogy azért így kórházban nagyon sokszor találkoztam azzal, gyakorlaton, vagy éppen a beteg átadás átvétel csodálatos szeánsz, szeánsz a keretében, amikor a kiégett orvos a dohányfüstös köpenyében így közli a beteggel, hogy kerülje a stresszt. És hát szóval, hogy ez egy ilyen etikai dilemmákat felvető kijelentés. Mondjuk ezt a stresszt... a amikor. Hát ezt, ezt hallottam, hogy ezt, ezt mondja így az orvos, kerülj a stressz, de hát nem, nem tud elkerülni a stresszt az életed része. Tehát, hogy minimum ez egy ilyen bújtatott öngyilkossági felhívás, kerüld a stressz. Tehát, hogy... Jó, de ezt, és akkor most ismételjük meg, egy ilyen cigi füst szagú köpenyben mondja a szintén elhízott orvos, ami már ugye az a kép, amit annál abban az interjúban mondtál, Igen. hogy az orvos nagyon sokszor rosszabbul néz ki, mint a beteg, Igen. ami ugye nem egy most külső kritika akar lenni tőled, vagy az, hogy én ezt behozom tőlem, hanem az, hogy hitelességi kérdés. Mennyire hiteles az az orvos, aki életmódváltásról magyaráz, vagy azt mondja, hogy kerüld a stresszt, miközben ránézel, és azt látod, hogy szegény, lehet, hogy ő lesz az, aki másnap a saját kollégáinak a kezei közé kerül. Hát igen, szóval egyrészt önmagában ez a kerüld a stresszt, ez egy ilyen nagyon megfoghatatlan és kevésbé hasz, Hát szerintem szóval nem tudod kezelni. Tehát ugye azt ez a nehéz így a mentális egészséggel, hogy ami így jól működik a külső világban, tehát most azt mondod nekem, hogy engedjem el a tollat, azt el tudom engedni. Azt mondod, hogy engedjem el az egyik szorongásomat, akkor bajban vagyok, nem tudom elengedni. Ugye, tehát, hogy ami kívül működik, a kontroll, a döntés, az a lelkünkben, a belső világunkban pont nem működik. Tehát, hogy nem tudjuk kizárni, Innen a podcast csúdióból ki tudunk zárni valakit, uh -huh. de amikor szeretnék kizárni egy gondolatot, akkor igazából azzal kezdek Pedig el Pedig ezt is hát Persze, halljuk. és a legjobb jó szándék, hát ezt engedd el, ne gondolj rá, és hogy hát ez megint, egy a szója, hogy, ah. hogy, hogy ami működik a külső világban, a kontroll tök jól működik, hát teljesen logikus, hogy azt mondjuk, hogy akkor engedd el de hát egy lufit el tudok engedni, tudok egy -e döntést hozni, hogy elengedjem. És a stresszt nem hát ezt tudod. Nem tudod elengedni. És, min és, ez a trükk, hogy, hogy, hogy arra kezdesz fókuszálni, amit el akarsz engedni. Vagy amikor valakit ki akarok innen zárni, akkor azt nézem, vagy azt lögdösöm, vagy azzal beszélek, akit ki akarok Még zárni. Még stresszesebb leszek, hogyha hát a miatt... hát Belekerülök ebbe a spirál, Jézusom, hát hogy azt mondja, biztos azért mondja, hogy engedje, mert hogy el tudnám engedni, de nem tudom elengedni, és hogy, tehát, hogy beindulnak ezek a automatizmusok, hogy bennem van a baj. És tulajdonképpen ilyen szempontból Nehéz az, hogyha egy tekintély személy, és alapvetően szerintem egy orvos, egy politikus, tehát bármennyire is próbáljuk ezt mondjuk racionálisan az agyunkban így keretezni, hogy nem feltétlenül egy személy, de hogy, hogy szerintem így a génjeinkben benne van, hogy, hogy hát volt a törzsnek sámánya. Uh -huh meg egy törzsfőnöke. És nagyon fontos volt, hogy, hogy, hogy ezeknek, a, amit ők mondtak, hát ezt be kellett tartani. Tehát ugye a tudat alatt alapvetően, szóval, hogy így nem tudja, hogy sírjon vagy röhögjön, amikor így az elhízott uh, tudom én, diabetológus mondja, hogy fogjon le. Tehát, hogy, hogyha, ha, ő nem fogy, akkor én miért fogja Tehát akkor rögtön lesz egy ilyen ellentmondás, hogy hát valami olyat mond, amit látom, hogy nem, és hogy akkor most azért mondja, mert ezt kell mondania, azért, tehát hogy egyszerűen valami olyan ellentmondás keletkezik az emberben, amíg meggátolja azt, hogy egy Egyáltalán ezt a tanácsot elfogadja. Megint a hitelesség szót hoznám be, vagy inkább hiteltelen a tanács. És akkor menjünk vissza, hogy ezt már ott látod, még gyakorlatilag nem is vagy végzett orvos, de már mentőző, és ezért kezded el kérdezgetni. Hát a akkor már én miatt. magam is megcsom a saját kutatásom, igen, szóval kíváncsi volt, hogy a magyar embereknek mi a percepciója ezzel kapcsolatban. És mint igen. a Német Egyetemi Kutatásban ugyanaz volt a válasz? Igen, tehát, hogy, hogy nagyrészt. A hát igen, aki válaszolt, meg nyilván nem csáltam meg mindenkivel, de hogy ahol lehetőség volt, meg tudtunk beszélgetni, így, így, tudományos kíváncsiság szempontjából azért így rákérdeztem. De nekem azt hiszem az volt ilyen nagyon szemléletformáló tapasztalat, így az orvoslással kapcsolatban, vagy így az egész ember, mint élőlények kapcsolatban, hogy amikor talgatóként nappal egyetemre jártam, éjszaka mentőztem, és akkor egy ilyen átmentőző éjszaka után így mentem vizsgázni a férhul állapotban, és az agyam így bedobta ilyen utolsó mencsvárként, hogy mi itt tanultuk orvosi pszichológiából valamikor, hogy a relaxáció, meg a meditáció, hát ez mennyire jó, és hogyha az ember 10 percet gyakorolkozom, a három órányira felfrissülne, és akkor kiszámoltam, hogy hányszor 10 percet kéne gyakorolnom egy nap, hogy ne kéne aludni, és akkor a vizsga után, ami hánysnak meg így megnéztem, hogy a sotén hol lehet relaxációt, hogy autogéntréninget tanulni, és akkor így kerültem el Zsombók Teréziahoz, az én nagyon neurológus doktornőhöz, és akkor egy ilyen saját élménycsoportba kerültem bele, ahol így nem tudom, szemléletformáló volt, vagy ilyen az életemet meghatározta az az élmény, hogy ebből az állandó ilyen elemző, stresszelős, szorongó, sürgetett, orvostan működésből át lehetett valami másba. Szóval, hogy utána a saját élmény után én elkezdtem a magyar relaxációs Szimbólumterápiás egyesületnél a módszer specifikus képzést, és hát ott olyanképpen végzett pszichológusokkal, akiket ezt a módszert tanulták velük, csináltam végig azt a, a négy évet. Tehát, hogy, hogy teljesen átmosták az agyam, mire végeztem az egyetemen, tehát, hogy nem tudtam úgy tekinteni onnantól kezdve az emberre, hogy ez egy gép. És azt hiszem, hogy ez is egy ilyen nagyon nehéz dolog, hogy sokkal egyszerűbb a testünknek a működéseit. Fizikai működését ilyen ebben a kontroll-döntés paradigmában kezelni, viszont innentől kezdve nem lesz teljes a kép. Tehát, hogyha leválasztjuk a lelket, tehát hogy így a, test és a testet próbáljuk meggyógyítani, akkor sokkal gyakorlatiasabban, szóval sokkal könnyebben tudjuk kutatni, sokkal ügyesebben tudunk belenyúlni. Tehát, hogy arról hozhatok egy döntést, hogy most ezt megeszem, meg ezt nem eszem meg. Meg hozhatok egy döntést, hogy dohányzom, vagy elszívom ezt, vagy nem szívom el. Meg hozhatok egy döntést, hogy elmegyek futni, vagy nem megyek el futni, hogy beveszem ezt a gyógyszert, vagy nem veszem be ezt a gyógyszert. Itt van döntési lehetőségem, döntési szabadságom. Arról, hogy elengedem a feszültségemet, legyőzöm-e a szorongásomat, kizárom-e a nehéz érzést, ott nem tudok döntést hozni. Sőt, ha úgy döntök, hogy megpróbálom kizárni, akkor pont azzal kezdek el foglalkozni, ami egyébként fáj. Most egy kicsit keketkedni fogok, mert ezekre, amiket mondasz, és amire azt mondod, hogy valójában nem mennek, óriási iparág épül. Tehát gyakorlatilag ugye az életmódipar is, a fitnessipar, mindenféle nagyon-nagyon okos tanács, ezért is volt fontos nekem az, hogy ebben a mai beszélgetésben mi ne a századik olyan interjút csináljuk meg, amiben életmód vannak, hanem egy kicsit próbáljunk egyrészt erre, tehát az egyén felelősségére máshogy nézni, kettő, beszéljünk egy kicsit így a közegészségügynek, erről bizonyos közelőtagjáról, mert ezt mi máshogy értjük, mint ahogy egyébként így elsőre szerintem az átlag hallgató gondolna, de azért mindenféleképpen behoznám, hogy te is ezzel foglalkozol, ezért mondtam, hogy kekeckedni fog, mert gyakorlatilag az indításból, és te gyermek készültél, Én hát, ezt is hogy az, tudom. Az, az, volt a, a gyermek volt az, ami így az orvostudományon belül így, az így nagyon megragadta a szívemet. El is ott kezdted, ott nagyon, igen. Nagyon, hát, nagyon sokat jártam be a kokiba, ott nagyon sokat tanultam. Szóval, hogy az az orvoslásnak az a része szerintem, ami így a leginkább preventív. Tehát hamar kiderül, hogy ott van egy pitvari szeptum defektus, vagy egy kamrai szeptum defektus, ha azt ott hamar befoltozzák, akkor az a gyerek az úgy él, mint ha nem, nem veszik észre, meg nem lesz meg ez a műtét, akkor viszont, tudom én, 15-20 éves korában óriási nagy problémák lesznek. ez, így. ez az előbbiek alapján pont az a test meggyógyítása, amit mondtál, és ugye ebből jön a kanyar, és ma gyakorlatilag tréningeket tartasz, Általában a cégeknek, ha jól tudom, tehát akik tudnak fizetni azért, hogy tanácsot kapjanak, hogy hogyan kell máshogy csinálni, akkor mégiscsak lehet kezelni a stresszt, vagy lehetne máshogy élni. Ja, persze, hát ez a lényeg, hogy lehet. És érdemes is, hogy az életmódunk, azon tudunk változtatni, és hál' Istennek, most nem az van, mert régen ez az orvostudomány számára nem volt tudományosan bizonyítva, hogy az életmód és az élethossz, meg az életminőség között összefüggés van. És az 1970-es években kezdődtek azok a kutatások, amik először összefüggést tudtak kimutatni, hogy igenis az egészség magatartások és az élethossz, vagy az életminőség között összefüggés van, de hogy ezek csak összefüggés mutattak ki, tehát nem volt ok-okozati ok összefüggés, csak azt láttuk, hogy ha valaki rendszeresen reggelizik, hogy eleget alszik, hogy nem iszik sokat, rendszeresen mozog, akkor az tovább él. Mindenkinek de? van egy ellenpéldája, mindenkinek Na van az ez a családjában. A persze, persze egy. de hogy a, persze, hogy van, és egyébként itt lehet is. Tehát, hogy ez csak egy összefüggés. És akkor a, a 90-es években jöttek már azok a kutatások, és például ilyen szempontból a, a Dean is, aki a Clintonnak volt a háziorvosa, az ővé volt az első nagyon izgalmas, ez a az volt a kutatásnak a lényege, hogy. El, nagyon szeretik a kutatók az első infarktuson átesett betegeket, Igen. hogy az Orni is első infarktuson átesett betegeket randomizáltak két csoportba. Az egyik csoport az részt vett az Amerikai Kardiológiai Társaság akkor ilyen standard rehabilitációs programján, a másik csoport pedig egy nagyon komoly életmódváltó programon ment keresztül. És ugye azt nézték, hogy mekkora arányban lesz meg a következő infarktus, meg hogy szóval meddig élnek, és alapvetően az volt az izgalmas, hogy akik részt vettek az Orni életmódváltó programjában, ott azt hiszem kettő ember kapta meg a más második infartusát, akik meg az akkori kardiológiai társaságnak a klasszikus rehabilitációs programján mentek keresztül, ott meg minden második ember megkapta a no, második az infarktusát. Igen, tehát ez szignifikáns volt a különbség. Tehát, hogy öt év után szignifikáns, mert azt nézték többek közt, hogy mekkora a koronáriának a szűkülete. És hogy a standard ellátásban részesülőknél elkezdett tovább szűkülni, a másiknál meg elkezdett tágulni. És ez azért nagyon izgalmas, mert hogy addig azt gondoltuk, hogy az érelmeszesedés, mint olyan, az egy visszafordíthatatlan. És ez, egy ok okozati összefüggés volt, hogy ha megváltoztatod az életmódot, akkor ez történik. És ez egyik legrangosabb amerikai orvostudományi labban jelent meg. Tehát, hogy abszolút van értelme, és utána tulajdonképpen pont ezek a, tehát, hogy a testi egészséggel is van értelme foglalkozni, a másik meg, hogy az ornis kutatásban is volt a mentális egészségen már hangsúly, tehát, hogy volt csoportos pszichot terápia, a jogáztak. tehát hogy nem az a kérdés, hogy tudom-e kezelni, hanem hogy hogyan tudok hozzá viszonyulni. És manapság, amikor látom az interneten, hogy most mindenki nagyon szeret így a longevity foglalkozni, ez a hosszú egészséges élet. És hogy ezt is egy picit egyrészt ilyen nagyon így a biológiai oldaláról kezdjük el megfogni, hogy akkor hogyan lehet meghekkelni a testet, hogy még tovább élhessünk. És alapvetően így egyre az az érzésem, hogy a, a körülöttem lévő emberek is egyfajta ilyen frusztrációként, hogy hú, hát akkor még ezt is kéne csinálni, meg ezt is kéne csinálni. Tehát, hogy nagyon könnyen lesz ebből egy egészség szorongás, és szorongunk azon, hogy éveket pakoljunk az életünkhöz. De ezekben az években ugyanúgy szorongunk, mint ahogy szoktunk, és akkor itt az izgi, hogy hogyan tudunk tulajdonképpen életet adni az éveinkhez, hogyan tudunk ügyesebben benne lenni az életünkbe, és azt gondolom, hogy ennek lesz az a következménye, hogy évek adódnak az életünkhöz. Tehát, hogy fontos mind a mentális egészség, mind a testi egészség, és hogy a kettő együtt igazából azt tud egy ilyen teljes életet adni. Te gyakorlatilag a cégeknek erről tartod a tréningeket? Tehát, hogy akik tudnak erre költeni, hogy a munkavállalóik számára megfizessék ezeket az ajánlásokat, ezeket a fejlesztéseket. Csak ugye itt jön be megint a magyar valóság, hogy vajon hány kis és középvállalat van, aki mondjuk egy ilyen tanácsadót tud. Hát az a jó, hogy szóval egyrészt ez a tudnak, szerintem egyrészt azt gondolom, hogy szinte mindenki tud, ha akar. Tehát kérdés az az, hogy a vállalatnak mi a fontos, meg hogy hova helyezi a hangsúlyt. És hál' Istennek, és hogy ezzel kapcsolatban tényleg van direkt tapasztalatom, mert amikor, mit tudom én, hat éve elkezdtünk így a longevity beszélni Magyarországon, akkor mindenki azt kérdezte, hogy ez miért fontos? Miért fontos a munkavállalóknak az egészsége? Miért fontos ez az egésszel foglalkozni? És hál' Istennek eljutottunk oda, és ebben egyébként a Covid nagyon sokat segített, Na igen. hogy most senki nem kérdezi, hogy miért fontos uh -huh. a munkavállalók egészségével foglalkozni, most mindenki azt kérdezi, hogy ezt hogyan kell csinálni. Mert ez egy tök jó dolog, hogy a cég kitalálja, hogy akkor, mert ha vannak ilyenek, hogy a cég kitalálja, hogy fú, akkor legyen egy szűrés így a dolgozóknak, és akkor így elkezdünk beszélgetni, hogy hogyan szűrjünk, meg mi legyen. Aztán kiderül, hogy azért nem lehet megcsinálni a szűrést, mert nem jönnek el, a, tehát ez kötelezően nem lehet tenni, de azért nem jönnek el, mert félnek attól, hogy Jézus, amit tulajdonképpen az van, hogy csak itt ki akarják szűrni a kripliket, hogy kiket kell először leépíteni. De mennyire szomorú magyar mennyire ez magyar. az előfeltételezés, hogy szóval ez csak hogy, ezért. Igen, tehát hogy ennek az egészség és vannak különböző lépései. És hogy alapvetően ez mindenkinek közös érdeke, hogy tegyünk a munkavállalók egészségért. És a, olyan szempontból én azért foglalkozom főleg ezzel, mert hogy, és van, van ez a Harvardi Culture of Health modell, tehát hogy, hogy és eznek van egy ilyen egyéni vetülete, meg van egy vállalati vetülete. Ezt és most fordítsuk le, légy az a, a, tudatos egészség kultúrája, tulajdonképpen ezt így hívhatjuk. Tehát, hogy akkor lesz egy országnak fenntartható egészségügye, vagy akkor lesz az én egészségem adott esetben fenntartható, hogyha ez egy valódi csapatjáték. És alapvetően ilyen szempontból szerepe van egy vállalatnak, hogy a vállalat az milyen terméket állít elő. Ez a termék, ez a vevőknek az egészségét fejleszti, vagy rontja. Aztán nagyon fontos, hogy ez a vállalat mit tesz a dolgozóival. Tehát az a környezet, amit a, az a millió, amiben a munkatársak dolgoznak. Van-e egészségnap, van-e egészségtámogató program, van -e köszön. Tehát, hogy, hogy, mit tesz a cég a dolgozóért. Aztán mit tesz a cég a szűkebb közösségért, tehát, hogy abban a faluban, ahol a gyár van, stb. stb. És akkor, hogy, hogy mit tesz a környezettel így nagy egészben. Tehát, hogy ez az egyik része. A másik része az az, hogy akkor lesz fenntartható egy egészségügy, hogyha ha van egy olyan egészségügy, ami alapvetően prevenciós szemléletű, tehát, hogy nem csak azzal foglalkozik, hogy a krónikus betegségben idézőjelben benne tartson, hanem hogy elkezd azon gondolkozni, hogy hogyan lehet meggyógyítani ezeket a betegségeket, mert pedig meg lehet gyógyítani, de nem csak gyógyszerrel, hanem hogy a gyógyszer az egy nagyon jó lépés, de utána oda kell rakni az életmódot. És ez borzasztó fontos. És rengeteg kutatáson azzal kapcsolatban, pont most jött ki. Az egyik legújabb, ez szeptember 21-én jelent meg a Diabetológia című nemzetközi labban, ez egy 9,1 impactfaktoros újság, elég menő, és ez egy randomizált kutatás volt, 169-en vettek részt benne, és tulajdonképpen az volt, hogy a kettes típusú cukorbetegek, az egyik fele a társaságnak az megkapta a standard medical care, tehát hogy az általános ellátást, a másik meg teljes értékű növényi táplálkozást írtak elő nekik, tehát hogy segítették őket ebben, illetve, tudom napi egy Urát sportoltak. Azt tudod, hogy ma sok hallgató azt gondolja, hogy ez hülyeség, most bocsánat, hogy ezt a szót használom, mert ha valaki már a cukorbetegségig eljut, akkor biztos, hogy be fogja venni azt a gyógyszert, az inzulint, minden mást, és nem fog elkezdeni kísérletezni azzal, hogy elkezd növényeket enni, és akkor most itt mondhatnék mindenféle, megint csak ilyen általános közvélekedés, nem vagyok én madár, nem fogok én most itt hirtelen nyers étkezésre váltani, de akkor ezek szerint ezt már vizsgálják, hogy az életmóddal gyógyítható egy olyan kor, amiről az a közvélekedés, hogy csak gyógyszerrel. Tehát a gyógyítható, az... Szinten tartható? Visszafordítható? De, hogy sokkal jobb eredményt lehet elérni, ha nem csak a gyógyszert szedem be hanem hogy mellette megváltoztatom az életmódomat is. Tehát tulajdonképpen azt látjuk, hogy sokkal jobb glikémiás indexe volt azoknak, tehát hogy a cukorbetegségük jobban karban volt tartva azoknak, akik életmódot változtattak, kevesebb gyógyszerre volt szükségük, és egy-két betegnél remisszió alakult ki, tehát hogy eltűnt a betegség. Csak a magyarok nem így gondolkodnak. A mutatók teljesen egyértelműek, gyógyszerkapkodó nép vagyunk, és a másik, hogy van egy ilyen gondolkodás, hogy én fizettem a TB-t, kapjam meg az államilag támogatott gyógyszert, majd én azt beveszem, ami egyszerűbb. Hát ez a Sámán hitre visszavezethető, hogy megbetegszem, és akkor oda járulok a nagy fehér köpenyes sámán elé, és akkor ő ad nekem egy varázsszert, és akkor én azt beszedem. Igen, és, és ügy és és akkor ott vagyunk, hogy, hogy az orvosok ki vannak égve, nincs elég orvos, nincs elég nővér, és le vannak pusztulva a kórházak, azért, mert hogy egyszerűen túl nagy a társadalomnak az egészségügyi igénye. Tehát azt hiszem az a nehéz ebben, és azért nagyon fájdalmas erről beszélni, mert hogy, hogy ha ehhez hozzá akarunk nyúlni, akkor az egyrészt egy szinte egy, egy 30 éves projekt, és ott kell kezdeni, hogy mondjuk biológiai órán nem a két meg az egy kezdjük el tanítani, hanem mondjuk megtanítjuk a gyerekeket így érte, egészségértésre. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon hosszú projekt, sem, hogy egyáltalán értsem, hogy mi történik. És a akkor testen. most, most kell azt mondanom, hogy nem csak a közegészségügy, amit most boncolgatunk, van a béka alatt, de a közoktatás lenne akkor a másik, ahol biztos, hogy ezt a két szikű, egy ott fogják tartani, és nem akarnak igazából tudatosan ezen változtatni. Menjünk oda-vissza, mert szerintem ezt muszáj még egyszer, vagy még mélyebben boncolgatni, hogy akkor ez, amit mondasz, ez azért jön az Egyesült Államokból, és azért jön a cégektől, mert ott van egy magánbiztosítós ellátási modell, tehát gyakorlatilag, meg van akkor ezek szerint ott is egy orvos hiány, tehát hogy elindult ez a szemlélet korábban, mint nálunk, hogy lehetőleg már ne is legyen beteg. Tehát, hogy ne kelljen kifizetnem, ugye tudjuk, hogy nagyon drága. Hát, Tehát, ott gyakorlatilag abszolút, igen. ilyen jelzálogot jelent, hogyha bejön egy nem várt műtét, és nem fedezi hát igen, a biztosító. És hogy az amerikai orvosoknak a kiégésének az egyik legnagyobb oka, ez az, amikor egyszerűen egy betegnél azt kell mondaniuk, hogy szori, ezt már nem fedezi. És ezek, akkor ezek szerint az amerikai orvosok is kiégnek, akik, Há, akik a legjobban fizetettek a for hát szerint. És, és, és szóval, hogy itt, itt van az, hogy nem csak erről szól az egész. Hogy nem, tehát csak, nem pénzkérdés. Nem, pénz nem, 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 csak pénz nem csak nyilván, tehát, hogy Maszló piramis, tehát az, hogy meglegyen egy megélhetés, az fontos. És ilyen szempontból ez tök jó, hogy akkor legalább Magyarországon itt egy óriási nagy előrelépés történt. Tehát, hogy legalább ez elindult egy jó irányba. Meg egy nehéz lépés volt, mert pont ebben a sotés előadásban meséltem erről, hogy az a magyar egészségügynek, hogy ez volt így a 22-es csapdája, hogy alacsonyak voltak a fizetések, ezért tulajdonképpen egy egészségügyi dolgozó nem élt meg a fizetéséből, és ezért elment két-három helyre pluszba dolgozni. Tehát kvázi ő nem egy munkavállaló volt, hanem másfél-kettő. És onnantól kezdve, hogy elég pénzt keresett egy helyen, onnantól kezdve már nem érte meg neki el, vagy nem kellett elmennie még több helyre, tehát hogy megtörtént a magyar egészségügy legnagyobb virtuális elvándorlása, és ilyen szempontból hirtelen tök nagyot ugrott az orvos hiány meg nagyot. Magyarországon. Hát be. csak azért, mert jobban. Hát mert fizették, csak én majd, meg. A... Szóval, megkeresem egy helyen a fizetés, akkor minek menjek el még ügyeletbe, meg ide, oda, oda. És szóval ez egy nagyon fontos lépés volt, hogy elindulhasson valami konszolidáció. És hát, de hogy hát ennek tök nagy ára van, mert hogy azt tapasztalja az egyszerű állampolgár, hogy hát, pff. Hát mennyit kell várni, meg hogy ilyen hosszúak a várólisták? De hogy ezt valamikor meg kellett lépni, mert ha nem lépjük, tehát akkor szépen lassan szivárognak el az orvosok, mert külföldön többet lehet keresni. Bár egy kicsit minél beszélünk még a külföld felé elvándorlásról is, de ebben a sotés előadásban, hát mondjuk úgy, hogy ez hogy sok orvos szerint azt is helyteleníthető módon levetítettél egy felvételt, amiben egy ügyeletes orvos gyakorlatilag egy újabb pötyög a gépben. Ezt hangatoknak tartottad ezt az előadást, ott nagy derültség fogadta, hogy gyakorlatilag az, az, orvos tényleg képtelen volt azokat az adatokat gyorsan rögzíteni, de ugye nem őt akartat Kari Az volt a kérdés, hogy miért neki kell. Egyébként most próbáljuk a hallgatóknak itt audióban leírni az egészet, de gyakorlatilag szerintem mindenki látott már ilyet, ül az orvos, körül van véve tényleg kartonokkal, és haladni kéne, kint mondjuk vár rengeteg páciens, és ő egy úja pötyögteti be az adatokat, mert ez szokta meg 30 év alatt, hogy ezt neki kell csinálni. Miközben ugye ezt lehetne ezerszer hatékonyabban, hogy ő a beteg szemébe nézne, a beteget vizsgálná, vele kommunikálna, őt próbálná, nem tudom, éppen akkor javaslatokkal, tanácsokkal, magyarázattal, bármivel ugye edukálni a jó irányba, és egy nem tudom, adminisztrátor vagy valaki ülne mellette, aki pedig tíz ujjal folyamatosan rögzíti a rendszerbe az adatokat. Igen. Abszolút, szóval, hogy, és ráadásul ez neki is rossz, mert én ott lihegek a nyakába, mint, mint mentőorvos. Hát tehát pont, ezt mentőorvosként hát mentő, készítetted ezt a felvételt? Igen, 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 és pont egy ilyen anafilaxiás. Nem, 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 hát meg, meg, meg szóval direkt úgy is vetítettem, hogy nem látszik, hogy ő kicsoda. Igen. És abszolút nem ez a lényeg, csak az, hogy, hogy hát ez is olyan, hogy, hogy ott állok az anafilaxiás beteggel. Mentőorvosként? Mentőorvosként, és látom, hogy még van hat, azért, amit nem pötyögött be, meg ott így adagolom a betegnek, hogy szóval senki nem és akkor Te mentorvosként még stabilan tartod a beteget, mi a, Tehát akkor ez nem is egy ügyeletben történt, nem, hanem nem, ez Nem, a, nem ez ezt te sem. bevitted ezt a beteget, Én és jel. ott vártál a sorodra, amíg... Igen, igen. Amíg hát, bepötyögik. Az... Na, hát és hát mindenki jól kijött belőle, tehát nem volt gond, csak szóval, hogy ez is egy ilyen rendszer probléma. De hogy ez is annak köszönhető, hogy egyszerűen túl sok a beteg, és egyszerűen úgy gondolkozunk erről az egészről, ahogy mondtad, hogy a magyar ember ezt várja el, hogy majd kapok egy bogyót, és megváltozik. És alapvetően nagyon izgalmas, hogy rengetegen kognitív torzítás van az egészségügyel kapcsolatban, mert például, ha te belázasodsz, igen. És rosszul érzed magad, mert lázas vagy, akkor beveszel egy lázcsillapítót, de tudod, hogy ettől te nem fogsz meggyógyulni, csak kevésbé érzed magad rosszul. Majd meggyógyulsz akkor, hogyha a lázat kiváltó fertőzés legyen az bakteriális, vagy bármi, megszűnik. De ezzel szemben, ha valakinek magas vérnyomás betegsége van, akkor, ő, akkor csak szedem a gyógyszert. Nem akarom megnézni, hogy miért van magas vérnyomásom, nem akarom a kiváltó okot keresni, hanem hogy én megelégszem azzal, hogy akkor így egyre több és több és több gyógyszert szedek. Tehát, hogy tök izgalmas, hogy itt van két egészségügyi probléma, láz, ahol mindenki össze tudja, hogy ez egy tünet, és akkor oldjuk meg, ami kiváltja, és itt van a magas vérnyomás, ami egy ugyancsak egy tünet. De ez miért van? Hát, mert így szocializálódtunk. Mind az orvosok, mind a társadalom. Tehát, hogy, hogy ebben nőttünk bele, hát és ezen iszonyatosan, kinkeservesen, vérverítékeken keresztül lehet csak változtatni. Pont ezért dolgozom igazából cégekkel, mert hogy ez volt az érzésem, hogy én egy ilyen forradalmár típusú fiú vagyok, és hogy engem így ez az ilyen feudális egészségügy, nem, meg én Szóval kölcsönös, nem, nem tudtuk egymást értelmezni. Hm. Viszont alapvetően a cégek, meg ez fontos, hogy akkor már csináljunk, ha már csinálunk valamit, akkor legyen jó. És alapvetően mi ezt próbáljuk, hogyha már valaki öl abba pénzt, nagyon-nagyon helyes és példamutató módon, hogy a dolgozóival foglalkozik, akkor ez lehet már mérhető, meg visszamérhető, meg hozzá lehessen kötni ahhoz, hogy ez a cégnek egyébként tényleg jó. Tehát, hogy... Mert a piacon dolgozik, és látni akarja. Mi? Igen, és hát hiszem, ez tök oké, okay. ez tök okay. csak hogy akkor ezt csináljuk jól, mert hogy akkor ebből lehet utána példát meríteni, meg... És ehhez kellett az a bizonyos amerikai képzés és életmód orvoslás szemlélet. Hát, ez az igen, bár egyébként mindig keresem, hogy mi volt itt engem ebben az egészben a szerepem, és aztán mindig arra jutok, hogy én vagyok ez a bátor fiú, aki így, így megcsinálom, és aztán most már nagyon sok olyan fiatal rezidens, fiatal szakorvos, idősebb szakorvosok, akik megcsinálták ezt az amerikai Tehát Most már nem csak nem, neked van nem, nem, nem ilyen nagyon diplomát. sok minden. Lett a Magyar Egészségmegőrzés és Életmódorvostani Egyesület. Tehát lett egy külön orvostani igen, egyesület, igen, igen, ami igen, ma már készen. azt a vonalat képviseli, ami öt éve még kuriózum volt. Igen, igen, és, hogy csak. és hogy ebben én tag vagyok, de hogy semmi szerepem nincs. Hogy alapvetően azt hiszem én az voltam, aki megmutattam, hogy ezt így meg lehet csinálni. De te akkor még orvostahallgatókat is akartál képezni? Képezzünk és is, igen. És képeztetek is, tehát ez egy ingyenes olyan képzés volt, amit sikerült bevinni egy orvosi egyetemre. Pontosan azért, mert hogy az orvostahallgatóknál kell elkezdeni, mert majd akkor belőlük lesznek igen. olyan bizonyos orvosok, akik nem csak mondjuk elmondják a lózungokat, de közben igen. egyszer ezt a, ez a ne is legyél beteg szemlélet. Igen, nem és nem hát szóval, hogy egyrészt nem az egyetemre vittük be, hanem hogy az egyetem mellett árnyék egyetemként, tehát hogy a, nyilván meghirdette az egyetem talán, vagy az alumni, vagy valaki, de hogy négy egyetemről jöttek, online volt a képzés. Elegen jelentkeztek, volt ah, érdeklődés. Hogyne, hogy persze. De akkor mindig. a fiatalokat mégis kérték. Hogy, nagyon érdekelt őket? és azért nem ingyenes volt, pont azért nem, tehát 20 ezer forint volt uh -huh. három év, tehát nem volt egy nagy összeg, és volt olyan, aki mondta, hogy ez neki nehézség, és aztán így a kollégám én, így, mit tudom én, havonta kiszámlázta, tehát, hogy még jóval több idő is volt, de hogy szóval, ha, ha érdekli, legyen ott, és pont ezért kértük, hogy tegyenek bele pénzt, hogy ne az legyen, hogy így eljönnek az első alkalmasokat, És hogy ez, ez egy olyan 14 hetes kurzus volt, amit egyébként váltoknál is tartunk, tehát, hogy kezdtük az ő egészségükkel, és az egész az onnan jött, hogy, hogy a Hárvárdon van főzőkurzus orvosoknak. Mert amikor a házi orvosod azt mondja, hogy egyél egészségesebben, az körülbelül olyan, mint amikor ez a kerülje a stresszt, ez a kösz a semmit és nyilván arra nincs idő, főleg egy magyar házi praxisban, hogy, hogy akkor ott te orvosként így elmagyarázd, de hogyha legalább ezt tudod, hogy ez milyen macerás életmódot változtatni meg. Szóval, hogy akkor hitelesebben tudod azt mondani, hogy ez tök nehéz lesz, de így lehet érdemes elkezdeni, vagy intéz egy dietetikust, vagy hogyha nagyon fiatal is, hogy akkor tartasz főzőkurzus, nem tudom én, 15 betegednek, tehát, hogy... És a hallgató most megint azt fogja mondani, hogy örülök, ha házi orvosom van. Tehát, hogy itt vagyok igen, a magyar meg, valóságban, így van, így van. és én örülök, hogyha van házi orvosom. És, és, és ebből is vannak konfliktusok, amikor elmegyünk, tartunk egy cégnél de mindegy, és mindegy. jó, de hogy akkor most elvittem a házi orvosomhoz ezt a nyugati orvoslás, kompatibilis gondolatokat, és hát azt mondta, hogy hát ugye is, tudunk el erre, el erre is volt ötleted. Mert azt mondtad, hogy pont ez az egyik olyan pont, ahol az orvostalhallgatókat be kellene vonni, mert hogy én például abban az előadásban hallottam erre nézve is egy érdekes dolgot, hogy már az orvostalhallgató is lehet, hogy korán ki van égve, mert ő viszont egy rossz orvos oktatási rendszerben sínylődik, gyakorlatilag aztán volt egy ilyen kifejezéset, hogy csak hullákat lát, nem tudom én, hanyad éves koráig, és anatómiát tanul, ahelyett mondjuk, hogy már beforgatnák a gyakorlatba, és lehet, hogy ő kísérné ott az erre kiválasztott betegeket abba az irányba, hogy mondjuk már ne csak a bugyót kapkodják be, hanem hogy segítsenek nekik, hogy ezt így lehetne még kezelni, vagy egy jobb, egészségesebb életet élni. Igen, szóval, hogy hál' Istennek egyébként itt legalábbis a sotén sokat változott a képzés formája, tehát hogy volt egy ilyen... Tehát a sotét dicsérjük meg. Öt, és a többi egy magyar bátor. Egyetem. Azt nem tudom, hogy ott uh -huh. állt. De azt ott én tudom, hogy változott. Szóval, hogy hát ez egy forradalmi lépés, ez nagyon izgalmas. De igen, tehát, szóval, hogy az orvostalgatókat én minden eset, tehát, hogy egyrészt, hogy ők változtassanak, tehát, hogy, hogy legyenek egészségesebbek, azért, mert hogyha az ember, tehát, hogy van egy kis tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy ez milyen nehéz, milyen kihívásokkal szembesül az ember, tehát, hogy milyen logisztikai nehézségek. Egyetlen olyan kaját venni, és, hogy ezeken nagyon könnyen át lehet lendülni, mert rutinná válik, meg hogy a családban most akkor hogy főzek, mit főzek, Szóval, ha már van valami saját élménye az egészségügyi szakembernek ezzel kapcsolatban, akkor nem azt fogja mondani, hogy ja, így változtasson életmódot. Tehát, hogy nyissa ki az ablakot. Tehát, hogy, hogy. Kerülj a stresszt. Kerülj a stresszt. Egy egészséges. És, igen, nem. és hogy, hogy nekünk ez másik ilyen nagyon fontos, nem is tudom, tapasztalatunk, vagy vagy irányunk, hogy hogyan jutunk el a diagnózistól a változásig. Mert az egészségügy az általában tünettől diagnózisig tart. Tehát hogy megkapod azt, hogy neked ez a bajod, és akkor ezt vedd be. És hogyha hát rengeteg kutatás van az a kapcsolatban, hogy az emberek be se veszik, tehát még akkor sem, hogyha lelkükre kötik, hogy ezt mindenképp, még akkor se feltétlenül. És volt, -e, hogy két év után a betegek 30%-a szedte be azt a gyógyszert, amit direkt a kutatási protokollapján úgy adtak nekik, hogy ezt vedd be, mert különben meghalsz. Tehát két év után 30%, de most nem emlékszem a pontos adatokra, tehát hogy ez mendemonda is lehetne. De hogy hogyan és ki segít az egyes embernek abban, hogy ő változzon, megváltoztassa azt. És ugye ezt szoktam példaként hozni, hogyha a változásról hogy a hallgatók most így keresztbe teszik a kezüket, ahogy szokták, és most megváltoztatják a pont, így másik. Az is kellemetlen, érted, és inkább visszarakod. Tehát és akkor nem az életmódodról, ahogy kajálsz, de... is, hogy ez állítólag a kódolt, tehát az, hogy hogy fűzöd össze a karodat. Hát ő ilyen szempontból érte az, hogy mit eszel, az is kódolt, mert hogy anyateljel szívod magad. Tehát, hogy a, és pont egyébként a táplálkozás az nagyon ilyen, tehát hogy amikor táplálkozásról beszélünk, akkor tehát, hogy mintha a hőn szeretett nagymama emlékét kezdenénk el így taposni. Mert... Ez az egyik legnehezebb része, amikor ilyen életmód váltott. Hát, olyan van. szempontból, hogy mi alapvetően nem azt mondjuk, hogy mit ne egyél, hanem Igen. hogy mit egyél, de ebből az emberek mindig csak annyira emlékeznek, hogy ne egyek húst. Nem, nem ezt mondom, hanem hogy együnk minél több zöldséget, hüvelyest, magvakat, ahogy És minél több ne, ne, de hogy ők ezt hallják meg, de hát a nagymamám is. Szóval, hogy változtatni, eszméletlenül nehéz. És a változásnak egy nagyon izgalmas része az, hogy, hogy egyáltalán akkor elkezdek információt keresni. Ha én most egy kicsit ilyen agilisebb beteg vagyok, és akkor jó, akkor azt mondta, hogy változtassak, ezt mondta az, hogy akkor Változtatok, felmegyek az internetre. És mindennek megtalálom a... Igen, pont. igen tehát, hogy, hogy ami mellette érvel... Teljell meg zavar. És akkor szóval, hogy, hogy hát akkor inkább nem változtatok. Tehát, hogy tehát, ha eddig is volt egy csomó stressz, meg bizonytalanság az életemben... És akkor most még több? Hát ha, a hagyjatok ma fenébe. De ez az egészségszorongás, amit mondtál, hát hogy tudod, hogy változtatni kell? De, de nem ér... tudod, és hogy és akkor, hogyan. Na, és akkor nem, nem léptünk előre egy centit se. És akkor ehhez meg kellene egészségértés, hogy egyáltalán szóval megértsem, hogy mi a bajom, mi az, ami nem működik, hogyan függ össze ez az életmódommal, mit érdemes megváltoztatni. Ha változtatok valamit, akkor az így. Szóval, hogy ezek, ez rengeteg idő, ez rengeteg. És ezért kellene az iránymutatás, ezért lenne jó, hogyha az orvosok például ezt a szemléletet behoznak. Tehát, hogyha De, erre igen. lenne idő, energia, pénz, egyáltalán figyelem. Most pont ezen gondolkoztam, hogy, hogy ilyen szempontból a fenntartható egészségügy felé való legfontosabb lépés az elmúlt, nem tudom én, három hónap, az az volt, amikor a miniszterelnök mondta, hogy ő most elkezdett lezni vagy kettlebellezni. Tehát, hogy Ez volt vajon? Na, én komolyan gondolom, hogy, vagy, vagy, szóval, hogy amikor elkezdett ez, hogy így sportolunk. Uh -huh és rengeteg kutatás van ezzel kapcsolatban, a sportolás a legjobb gyógyszer. Tehát, hogy ha elkezdünk rendszeresen mozogni, akkor a testünk elkezd meggyógyulni. Most a HVG hallgatók azt meg ebből, hogy Orbán Viktor az, hogy elkezd edzeni, az gyakorlatilag a legnagyobb ilyen fitness reform, amit egyébként ez a kormány az utóbbi pár hónapban itt tett a közegészségügynek a fejlesztéséért. Mondja a doktor már. Igazából csak azt szeretném kihangúlyozni. Szóval azt szeretném kihangsúlyozni, hogy borzasztó fontos az életmód, a mozgás, és hogy ilyen szempontból lássuk azt, hogy ezek a tekintély személyek, ezek ezt csinálják. Tehát, hogy ne, ne azt mondják, hogy mondják, hogy fogyjál le, vagy mozogjál, meg váltsál életmódot, hanem hogy lássuk, Mi hogy. Mondjuk ez mondjuk a történt. kormánypártot itt már nem dicsérném meg hát, annyira, nem, nem mert ugye pontosan tudjuk, hogy a pacalfőzés, meg a, az összes többi ilyen magyar lélekhez közel álló vonulat sokkal inkább és sokkal hangsúlyosabban megjelenik. Igen. Tehát most adtunk egy piros pontot, de ugye rögtön el is tudom venni. Muszáj erről a részéről beszélnünk, a közegészségügyről. Főleg azért, mert az nekem nagyon tetszett ebben az előadásban, ahogy levezetted azt, hogy gyakorlatilag fizetős, privát egészségügy, és ugye közegészségügy, állami egészségügy. Az egyikben az a jó, hogyha minél többször mész, hiszen profit. Menjél minél többször, gyere kérjél időpontot, ugye, csináltasd meg azt a CT-t gyakorlatilag saját pénzért, nem lesz várólista, semmi, sorra kerülsz azonnal, viszont ugye a közegészségügy, és erről beszélünk ma ebben a podcastban, az lenne a lényeg, hogy ne legyen rá szükséged, tehát, hogy több maradjon mondjuk másfajta ellátásra, mert te legyél egészséges, és minél kevesebb legyen a beteg, mert az orvosok egész egyszerűen nem bírják a betegeknek az ellátását, túl magas a betegszám. Gyakorlatilag próbáltam egy kicsit összefoglalni. Abszult. Viszont azért azt látjuk, hogy ma Magyarországon egyértelműen annyira le van robbanva az állami egészségügy, hogy aki csak teheti, megpróbál a privát egészségügy felé menni. Nem a változtatás irányába megy, hanem az, hogy megpróbálja mégiscsak kifizetni Igen. azt a magánellátást, a privát fogorvost. És ezzel egy olyan szép ördögi spirálba kerülünk bele, mert hogy tulajdonképpen az van, hogy tehát hogy véges erőforrás az orvos. Ugye a magánegészségügyben mi a legfontosabb, hogy legyen orvos. Tehát ezek az egészségügyi szolgáltatók elkezdenek egymással versenyezni, hogy ki tud. Az orvosokért, a nővérekért, hát a és hogyan lehet a legkönnyebben? Pénze. Hát igen, és ennek mi lesz a következménye? Egy, hogy elfogynak a másik oldalon. A másik, és egyre, egyrészt elfogynak a másik oldalon, és egyre drágább lesz. Uh -huh. Tehát, hogy még felismi az ára az persze. ellátásoknak. Hát ugye kereslet, kínálat. Tehát gyakorlatilag hogy... abból élnek, hogy az összeomlás felé halad az állami ellátás. Hát vagy szóval, hogy ebből kénytelenek élni, vagy tehát, hogy ez egy nehéz ügy, és hogy valószínűleg itt megint van egy ilyen, te ennyire nem értek, nem, nem csak úgy, mint hogyha értek, nem is hát. a politikához, még az egészség finanszírozás struktúrálásához sem értek, tehát, hogy, de hogy alapvetően azt gondolom, hogy ezért nem szerencsés, hogy, hogy adott esetben ilyen transzparens módon külön lehetne ezt választani, vagy szóval, hogy vagy úgy csinálnánk, vagy tehát mint, hogy van az állami, amiben ez van, és akkor van a... Elvileg már különválasztották, ugye? Az a mondás, hogy most már ugye egy csomó mindenben megpróbálták olyan élesen elválasztani, lehet ugye nőgyógyászat, ahol ugye nem szülhetsz annál az orvosnál, aki ez ugye magán rendelése jár. És azt hiszem, ez most itt nagyon sok mindenkinek kinyitott, mert ahogy szóval, itt én is meg Igen, a sok kiskapuk. nehézsége. Hát kiskapuk meg, hogy szóval nagyon nehéz tapasztaltok azzal kapcsolatban, hogy akkor nem annál szülhetsz. Tehát, Pontosan. hogy, az azt hiszem, hogy ez egy nagyon nehéz, és megint egy ilyen magyar sajátosság, biztos így a nem tudom, így szocializáltunk ilyen kommunizmus alatt, hogy szóval, hogy mi ilyen tiltásokban, meg parancsokban tudunk csak gondolkodni. Tehát, hogy, hogy a kötelező, kötelező szűrés. Amire nem megyünk el, hiába kötelező. Hát, szóval, hogy, hogy ez, az a kötelező, meg hogy a kötelező többet dolgozni, kötelező többet ügyelni, hát hogy ezek a zsigeri elleni érzéseket keltenek általában az emberekben, hogy de nem miért nem nincs segíti. akkor pozitív ösztönző? Mert ugye Schwab Richard, aki most egy nagyon felkapott szakember, és mindenhol hasonlóképpen, mint te az életmód megváltoztatásának a fontosságát próbálja, mit tényleg minden és, interjújában és elmondani. És neki elhiszik, és ez tök jó. Hát, nagyon remélem, hogy azért nekünk is elhiszik. Vagy mindig mindig, szoktam, de tényleg minél de... bárki mondja, higgyék el, hallgassák, tök jó, csak hogy ugye ő is mindig külföldi példákat hoz, hogy hogyan lehet ösztönözni, mert te is azt mondod, hogy nem büntetni kéne, tehát hogy miért van az, hogy Magyarországon nem merik a finanszírozásból behozni azt, hogy aki tesz magáért, és mondjuk nem dohányzik, máshogy eszik, sportol, igazoltan jobbak, ezek mérhető dolgok, igazoltan jobb az életmódja, és így mondjuk az egészsége, az miért nem kap pozitív visszacsatolásként valami előnyt, valami kedvezményt, hogy ezzel vegyek rá az embereket. mert azt mondod, hogy bennünk kódolva van, hogy nem így gondolkodunk. Hát, hogy és ahogy úgy szocializálottunk mi is, meg a nagyszüleink is, meg a nagyszüleinknek a nagyszüleink de is. De akkor ez döntés hogy... kérdése, hogy én, változtassunk hát ezen. Hát azt hiszem, hogy ez a nehéz, hogy változtatunk, és aztán, hogy tehát ez nagyon nehéz. hogy én ebben bízom, hogy ebbe az irányba fog egyszer elmozdulni. És akkor most hozom be a bevezetőben, amit felolvastam, azt az idézetet tőled, hogy te ebből eljutottál odáig, hogy kiélezett evolúciós szintér vagyunk, mert ugye a gazdagoknak sokkal jobb lesz a túlélési esélye, hiszen amiket az előbb felsoroltunk, azt ő mind meg tudja fizetni és itt jön a de, és megint visszatértünk ugye a mentőkhöz, és a mentőorvosi tapasztalatokhoz, amikor elmesélted azt, hogy gyakorlatilag a nagyon-nagyon gazdag páciens, aki még az anyajegyét is külföldön műtette, az egy idő után rászorult erre a bizonyos állami ellátásra, egész egyszerűen azért, mert amikor ő lesz rosszul, ő érte ugyanaz a szakadt mentő fog kivenni, ugyanahoz a lehet, hogy már 24 órája dolgozó orvoshoz fog bekerülni a sürgősségére, és nem tud mit csinálni. És volt is egy ilyen példád, amikor gyakorlatilag fél órás különbséggel raktatok ugyanarra a hordágyra valakit, abban a bizonyos szakadt, mert tudom, jobbak a mentők, így kezdted. Ja, uh, igen, de hogy nem csak azt akartam mondani, hogy ez nagyon megvan a szemem előtt ez az éjszaka. Igen, mert azt még az előző interjúban mesélted, hogy gyakorlatilag egy hajléktalannal kellett, ez ugye, van. sietni, utána pedig nagyon kellett sietni, mert valahol a budai elitből igen, a igen. diplomatát emeltétek le ugyanarra de a van. mentőre. Tehát, hogy gyakorlatilag a társadalom két szélső pontja így le volt fedve egy éjszaka alatt, és akkor itt jön a második gondolkodás. Hogy ezt kellene megérteni, hogy hiába, hogy én privát egészségügybe tudok járni, de van egy olyan része a közegészségügynek, ami tényleg közös ügy. Hát igen, tehát, hogy ilyen szempontból látszik az, hogy mennyire nem tudunk, mint magyar társadalom, közös ügyekben gondolkozni. Tehát, ha megnézed, a második kerületben szóval tehetős emberek élnek. És mi a második kerületi, területileg illetékes kórház, az a János Kórház. Az egyik leghírhettebben rossz kórház, Így. egyébként. Szóval, hogy szerintem, ha ott százan összedobnának, Annyi pénzt, hogy már. Építenek egy másikat, vagy nem? Tehát, hogy. hogy... Na, mondjuk érdek sose fognak eljutni egyébként. Hát, nyilván a nem. Másik kerületiek sem. Na, nyilván. és akkor most várjál innen csatoljunk át Magyar Péter nyári híres egészségügyi kampányára. Szerintem nyugodtan nevezhetem kampánynak, amikor gyakorlatilag fogott egy hőmérőt, ment egyik kórházról a másikra. Egy idő után ugye, mondjuk, hogyha az a népharag vagy elkesedettség is ezt erősítette, hogy jöttek a fotók a hulló vakolatról, ugye a felejthetetlen hogy az most ott penész, és a kormány szóvívő megmagyarázza, hogy nem csak a zsírba beleragad a por, és akkor képesek ezt mondani egy ilyen felvetése, tehát hogy az elmúlt pár hónapban az egészségügynek a helyzete a hirtelen felerősödött ellenzéki pártnak köszönhető, nagyon-nagyon feljön. De mi a megoldás? Hát Szóval ilyen szempontból azt hiszem, hogy ez a kampány, ez, de kicsit visszatérnék én is az elére, hogy amit mondtam, hogy, hogy amikor találkozunk a valósággal. Tehát, hogy szerintem aki így, így, próbál az egészségügyben bármit is csinálni, azt találkozik vele, hogy ez döcög alapvetően. És hogy, hogy itt, itt, most ez volt, hogy, hogy most az is találkozott ezzel, hogy döcög a hírekből, akinek nem volt egészségügyi problémája. Ugye az a nehéz, hogy nagyon, nagyon lassan és mm. nagyon, szerintem tudom, kinkeservesen lehet csak változtatni. És azt hiszem, hogy ilyen szempontból én ezért sem foglalkozom politikával, tehát hogy ezek az üzenetek nem fognak strukturális változást okozni, nem feltétlenül fognak strukturális irányváltoztatást hozni. Megmutatják, hogy ez van, de hogy szerintem tényleg ilyen, tehát én lennék az miniszter, hát akkor nem tudom, én minden reggel lenne futókör a Margit és akkor aki ellenem szavazott, meg a gránz, az is jönne velem futni, vagy, vagy jöhetne. Öt Kudanének, tehát ilyenek ilyenek De hogy, nem hogy azt hiszem tehát hogy ez, ez tényleg csak úgy fog működni hogy ha, ha összefog a, a társadalom vagy összefognak a szereplők összefog a politika összefog a, a cég adott esetben vagy a vállalat tehát, hogy hogy hogyan lehet megcsinálni azt és rengeteg ilyen ötletünk volt hogy van a munkaegészségügy, ami most már azt hiszem, nem, tudom, hogy nem feltétlenül ez kötelező, de hogy most nagyon sokáig kötelező volt. És hogy ilyen szempontból a magyar ember az mindig találkozott, évente egyszer egy ilyen munkaalkalmassági vizsgát keretében. Hát bőle, már róla egy ezt egy betartották, orvossal. mert ugye. Na igen, és hogy pont ez, hogy kötelező, és kötelező. akkor az, a piaci szempont az volt, hogy legyen olcsó. Aha. Tehát, hogy ez Tudjuk volt, le a foglalkozás hát ez volt a lehetsz, hogy Ki tudja ezt minél gyorsabban, ezt minél olcsóbban megcsinálni. És ebbe az irányba ment a verseny. Tehát ez volt a mutató, amivel tulajdonképpen cégek versenyeztek egymásba. De hogy mi sok olyan céggel beszélgettünk, azt mondtam, hogy, tehát, hogy, ennél nagyobb lehetőség nincs. És voltak ilyen tök jó, ügyes, agilis, jó fej, az életmód változtatás csínyát, binyát értő Foglalkozás egészségügyi szakember. Foglalkozás egészségügyi szakember közül ezt a szót nem találtam. És hogy, hogy ezt mondtam, tehát, hogy ennél klasszabb lehetőség, hogy akkor ott van, beszél Pistával, és akkor ott cégen belül össze lehetne kapcsolni a munkaegészségét, ami egy kötelezően letudható dolog, de ott van egy orvos az egészségprogrammal, még meg lehetne csinálni, hogy akkor a kantinban legyen olyan, hogy egészséges kaja van, ami adott esetben olcsó, ez nem lett ebből semmi. Mi bukott meg. Szándék, akarat folyamatosan ilyen önsorsontó feelingem van, tehát hogy az, mintha nálunk egyszerűen sem az emberek nem vennék ezt elég komolyan, se a cégek nem vennék elég komolyan. Mi itt beszélünk amerikai szemléletről, amire majd mindenki legyint, hogy na jó, de hát ott könnyű, mert holott erről beszélünk, hogy nem könnyű, mert az nagyon fizetett orvos sem biztos, hogy olyan jól van ebben a mai kritériumok közepette az orvoslása, de hogy akkor mi a megoldás? Valami pozitívat is kellene a végére mondanunk. Hát ebben nem vagyok jó. A pozitív mondásban? Hát vagy szóval, hogy azt hiszem ez a nehéz, hogy, hogy ezek annyira összetett, és a civilizációnk fenntarthatatlanságának tünetei, hogy ezeket nem lehet így döntésekkel, határozatokkal, Jól menő lózunkonkkal megváltoztatni. Tehát, hogy ez, ez alapvetően arról szól, hogy hogyan gondolkozunk a világról. Hogy át akarjuk tolni az akaratunkat a természeten, és mindent is kontrollálni akarunk, vagy pedig arról, hogy hogyan tudunk egy picit a természettel összhangban, a saját testünkkel összhangban létezni. Hogyan tudunk elindulni abba az irányba, hogy nem kihasználjuk az erőforrásokat, meg kihasználjuk a testünket, hanem hogy meg megteszünk mindent azért, hogy, hogy az optimálisan tudjon működni. Mert hogy tulajdonképpen ilyen szempontból az egészségügy is az, hogy így, így nem működik, az egy tünet. Tehát, hogy nem ezt kell kezelni, hanem hogy ennél jóval mélyebb strukturális problémák vannak. Az egészségügy, ami leginkább most kézzel fogható, vagy az első olyan tünet ennek a tulajdonképpen a társadalom, valamennyire így az összeomlás felé való haladásának, amit így látunk, azt hiszem. Az egy nagyon érdekes adat volt, és pár nappal ezelőtt a beszélgetés előtt jelent meg. Az Ipsosnak volt egy nemzetközi felmérése, amiben hát persze megint leszerepeltünk, tehát megint nagyon-nagyon kevés magyar válaszadó mondta azt, hogy jó az egészségügyi ellátás, most mondjak adatokat, 12 58 szerint nagyon, de én mondom, hogy nekem mi volt az ijesztő, az, hogy 47 szerint tovább fog romlani a helyzet. Tehát, hogy gyakorlatilag az emberek, minden második ember kis vagy kerekítése meg van róla győződve, hogy egyre rosszabb lesz a helyzet, és mégsem, tehát ezért mégsem megy ki senki az utcára, ez mégsem tudja megmozgatni az embereket. Hát, tényleg, hogy nem is az utcára kell kimenni, hanem hogy passus, jó, oké, tehát ez nem fog működni, hát akkor mit csinálok én magam? Ha megyek a privát orvoshoz. Hát vagy, van, hogyan, hogyan hogyan mondtuk, hogy most hogyan tudom megváltoztatni nem jó? az életmódomat? Tehát, hogy, és ilyen szempontból volt a COVID segítség, hogy a COVID az ott egy nap alatt, vagy egy hét alatt megmutatta, hogy milyen az, amikor nincs egészségügyi ellátás. Mert nem, tehát, hogy magánrendelésre se jutottál, sehol nem jutottál el, mert ez nem volt szabad, mert annyira tele volt minden, tehát hogy nem lehetett. Uh... De arányaiban, mondjuk a COVID-ban végtelenül tragikusan több magyar halt meg, ugye lakosság arányosan, mint más országokban. Igen, És ez végtelenül de hogy nem ez az aspektusa, nem csak az az aspektusa volt segítség akkor. Szóval, hogy, hogy mindenki megtapasztalta azt, hogy a saját egészségért a nap végén neki kell tennie ez nem múlt el végtelenül egyszerűen, tehát hogy pont a múltkor ja, gondoltam amikor, a gondolta, itt... covid -nak. Igen. Na, de persze, de hát ilyenek vagyunk, szóval, hogy ez annyira emberén, ezért nem tudok senkit okolni azért, mert nem él egészségesen, tehát hogy ilyen evolúciós szempontból az egészséges szokások nem természetesek, mert hogy az agyad az egy túlélő gép. Tehát, hogy az agyad az úgy működik, hogy mit tudhatod te, hogy mi, lesz a következő kívás, amit túl kell élni. Ha van kaja, hát nem akarod meg -e? Hát hülye vagy? egy amennyit csak bírsz, mert nem tudhatod, hogy mikor következik. De akkor, akkor ezt meg kéne hekkelni az agyunkban ahhoz, hogy elkezdjük az egyén szintjén jobban csinálni, hát egészségesen. Nagyon legyünk. tudatosnak kell lenni, mert az, ha, van, ha van lift, de nehogy lépcső mennyi, hát mit tudhatod, hogy a harmadikon milyen ellenséggel kell megküzdened, ha lift mész, akkor pihentebb vagy. Aha. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a, ez a nehéz, hogy a rövid távú kellemetlenség tehát mondjuk egy kis koplalás, edzés, valami egészségesebb, de kevésbé tápláló, vagy kevésbé finom dolognak az elfogyasztása. Tehát a rövid kellemetlenség az hosszú távú előnyökhöz vezet. A rövid távú előny a nagyon zsír, a nagyon magas kalória sűrűségű, a futás helyett csücsülni a kanapén, nem tudom. a rövid távú öröm, az meg hosszú távú kellemetlenséget. És alapvetően ez a paradoxona az egészségügynek, meg az egész életünknek, hogy hát ebben nagyon nehezen lehet lavírozni. És hát mitől lenne jobb? Tehát, hogy csak egy ilyen egyszerű példa, hogy hogy maradjunk ennél a vérnyomás tablettánál, hogy ugye nem nézzük meg, hogy mi van, hanem hogy próbáljuk ezt kezelni, tehát hogy ezt a tünetet a betegséget, és hogy folyamatosan ugye egyre több és több gyógyszert kell szedned, de hogy te nem találkozol az orvossal, a házi orvosoddal, hanem hogy oda telefonálsz, és akkor a, 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 fel, a nővége felírja, a, felírja, a, a, felírja a per Három hónapra már, már, már fel, már nem is kell igen. És akkor szeded, érted? az szóval már egyfajta tudatosság, hogy te méred a saját vérnyomásod, mondjuk naponta egyszer vagy naponta kétszer vezetsz vérnyomásnaplót, és egyszer látod, hogy, hogy ez így jó, vagy nem jó. És nem a házi orvosnak a hibája ez, tényleg vannak ilyen fiatal házas tehát hogy az a munka mennyiség, amit ők csinálnak, az néha, tehát hogy ilyen szívszaggató, én tényleg azt gondolom, hogy az orvoslás az egy legszabb hivatás a világon, de hogy hát szóval, hogy a, amit ők csinálnak, az, az, nehéz. És hogy egy követ nem lehet rádobni azért, mert hogy nem, nincs ide, nem jut eszébe, hát nem tudom, a saját. Hogy amerikai szemléletre elkezdje még akkor abba hát, az irányba terelni. Hát, hogy, a igen, szóval, de hogy nem is az amerikai szemlélet, hanem hogy az, hogy akkor utána nézek Gizinek, hogy akkor most a vérnyomás csökkentő, amit felírtam, az működik vagy nem működik. Vagy, uh -huh. vagy van-e jobb megoldás? Igen, szóval, és akkor itt jön a te tudatosságod, hogy akkor te nézed magadnak. Uh -huh. És ha nézed magad, ne, ne is elkezdesz könyveket, ahol elkezdesz mozogni, odafigyelsz a táplálkozásra, elkezdesz jobban aludni, többet aludni. Tehát, hogy, hogy és elkezd változni. És hogyha mindenki ezt elkezdi csinálni, akkor előbb azt észrevenni, hogy jé, Hát egy kicsit azért jobb lett a helyzet, és ha körülnézünk, akkor nem csupa éget, nyúzott, lestrapált, Igen. stresszes, Szóval, hogy, hogy alapvetően az egészségügy az a napvégén az ember, vagy az egyénnek a, a felelőssége. És alapvetően az egészségügy, meg a kormány, meg a cég abban tud segíteni, hogy az egészséges döntés legyen az egyszerűbb. Tehát, hogyha van egészségtelen kaja, meg van egészséges kaja, akkor segíthetünk az, mondjuk az olcsóbb. Hát pont fordítva a jelen pillanatban. És akkor itt lehetne belépni. Szóval, hogy igen, hogy hogyan tudjuk könnyebbé tenni az egészséges döntést? Mi kellene ahhoz, hogy így gondolkodjon a kormány, a cég, hát az ő... egyén? Nem, nem, nem tudom, szóval, hogy... Tehát a... nem tudjuk megmond, nem tudjuk feltalálni a spanyol viaszt, nem, egy nem. Podcastban. Hát szóval, hogy azt hiszem, én ezzel foglalkozom, ebben élek, hogy hogyan lehet Tehát minden nap megpróbálod ezt át, hát én, én, és ezt én tudom én maga, és szóval, hogy milyen nehéz, tehát, hogy ebben élek, kutatásokat olvasok, amerikát hallgatok, ezt mesélem, és hogy tudom, hogyha, nem tudom én, lefekvés előtt kajálok, akkor nem tesz jót az alvásomnak, fáradt vagyok, nyűgös vagyok, törötörötörö, de egyszerűen három lányom van, és amikor így egy ilyen fürdetéses szeánsz, az inkább ilyen harci rituálira emlékeztető jelenet, mint sem tisztulásira, akkor, és nem látom az életem értelmét, akkor csipszadó ide vagy oda, hát akkor legalább valami öröm legyen az estében, és akkor és a feleségem be... Hát persze. Szóval, hogy ez iszonyatosan nehéz, és pont ezért azt hiszem nem mondom azt, hogy váltsá életmódot, mert különben meghalsz. De. Persze, mert egyrészt lózunk lenne, másrészt egész, de akkor neked egészségszorongásod van olyankor. Tanultam egy új fordulatot, tehát hogy akkor biztos, hogy előtör belőled az egészségszorongás. Ez mindig ez egy nagy Kérdés, hogy az ember miért kezd azzal foglalkozni, amivel, hogy uh -huh. igen, szóval, hogy a szorongás mindig tárgyat keres magának, uh -huh. és ilyen szempontból igen, én nagyon meg, meg tudom találni azt, hogy, hogy mire tudok rá szorongani, és mindenki más is meg tudják csinálni. Tehát igazából csak azt akartam mondani, hogy én ebben élek én, ebbe, ebben a paradigmában gondolkozom, és azért csinálom, jól, ha jól csinálom, amit csinálok, mert hogy ebben vagyok jó, de egy politikus az máshogy gondolkozik, meg más az ő célja, meg más az ő paradigmája, és azért jó politikus, mert máshogy gondolkozik, tehát, hogy szerintem ez, ez a nehéz ebben, hogy. Igen, csak ha évtizedekig tartó szemléletformáló folyamatról beszélünk, mert erről beszéltünk gyakorlatilag most már több, mint egy órája, akkor ki lesz az a? politikus, aki ezt felvállalja, mikor ő megint csak rövid távú előnyt keres, mint az a bizonyos ősember, Na, hogy ha. ő azt szeretné, hogyha őt a következő választáson újra választanák, tehát nem fogja szétborogatni, nem fog radikálisan odalépni, nem fog megváltoztatni, mert az nem az ő érdekét szolgálja. Hát ő... És marad ilyen az egészségügy. Nem, majd, a, szóval, hogyha majd azt látjuk, hogy az egészségügyi miniszter reggelente futóklubot indít a Margit-szigeten, akkor hátradőhetünk tökéletes végszó volt. Márki Ádámmal beszélgettünk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és jól elkeserítettél mindenkit. Nem ez nyilván vicc, de, de azt hiszem, hogy nem volt egy felemelő beszélgetés abból a szempontból, hogy a valóság jelen pillanatban eléggé tényleg rögvalóság. valóság. És akkor, hogy én mindig ezt szoktam mondani, hogy az egészség az egyrészt egy felelősség, tehát hogy nekem felelősségem van a saját egészségem kapcsolatban, ami nyomasztó, de hogy egy lehetőség is, mert hogy tehetek és hogyha elkezdek ezzel foglalkozni, akkor lesz változás, és ez meg felszabadító. Hát, ha azért felidegesítettünk, vagy legalább így felhívtuk a figyelmet pár hallgatónál. Gergely Zsófiát hallottátok, ez volt a Fülke Extra. már Ádámnak még egyszer köszönöm. Viszont a szerencsé. És akkor mostantól minden második héten találkozunk, vagyis mostanhoz képest két hétre. Iratkozzatok fel a HVG csatornáira, és tudjátok, ne csak olvassátok a HVG-t, hanem hallgassátok is.